Sziasztok! A mai videóban rántott trappista sajtot fogok készíteni, melyhez már előkészítettem a lisztet, tojást, panírmorzsát és 4 szelet trappista sajtot vágtam. Elsőként a lisztbe raktuk a sajtot, ebbe jól megforgattam, majd jöhet a tojás, ezután a panírmorzsa, majd a panírmorzsa után visszahelyeztem a tojásba, majd újra a panírmorzsába, hogy egy második réteget kapjon, és így talán kisebb lesz az esélye annak, hogy a panírbundából kifolyjon az olvadt sajt. Miután bepaníroztam őket, forró olajba helyeztem őket, és várom, hogy aranybarnára süljenek. El is készültek a rántott sajtok, én köretnek most rizst fogok főzni, és talán még egy jó uborka salátát, vagy tartármártást is készítek mellé. Jó étvágyat kívánok!